Ragyogó napsütés és zöldellő búza mezők, mintha már tavasz lenne, pedig még csak január eleje van. Az elmúlt héten több meleg rekord is megdőlt az országban. A hőmérséklet csúcsértéke délnyugaton több napon is 15 Celsius fok fölé emelkedett. A meteorológiai összesítőből kiderült, hogy idén még számottevő talajfagy sem volt, csak a felső néhány centiméteres réteg fagyott meg néha. Bár sokan örülnek az enyhe télnek, de ez a jövőre nézve aggasztó lehet. Kártevők, gondolok itt a rovarkártevőkre, illetve a mezei poszkokban, a szántóföldön felszaporodnak, könnyebben áttelelnek. Ugye ez a jövő évi növényvédelmet meg fogja minden bizonnyal nehezíteni, illetve mivel a növényeknek a biológiai nulla fokokat több helyen már meghaladta a hőmérséklet, ezért félő, hogy beindulnak a fákba, a szőlőbe a vegetáció, és a negykeringés miatt, ha később fagy következik be, akkor az jelentősen károsíthatja a növényeket. De a talajnak is most kellene újra töltődnie az elmúlt évek aszályos időjárása után. Azonban a mostani melegtől inkább elpárolog a maradék nedvesség is, a szél pedig a felső rétegeket szárítja ki. Kívánatos az volna, hogyha jelenleg hótakaróval lenne borítva a táj, ez lenne az ideális, ettől nagyon messze vagyunk, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a megfelelő agrotechnikai műveletekkel most, hogyha még hidegebbre fordul az idő, akkor azt gondolom, hogy a szántóföldi növények nem fognak még akkora károsodást szenvedni. Az már biztos, hogy a rovarkártevők jelentősen elszaporodtak, ez például a repcébe tavasszal azért meg fogja nehezíteni a növényvédelmet. Bár az előrejelzések nagy lehűlést nem ígérnek januárban, jövő héttől már várható jelentősebb mennyiségű csapadék, ami ugyan nem oldja meg a talajnedvesség problémáját, de enyhítheti azt, csökkentve ezzel az esetleges károkat.